Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 1763 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg, ezzel 156 főre emelkedett az elhunytak száma, 207-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 847 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 63-an vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat, készülve a tömeges megbetegedések fázisára. A kormány úgy döntött, hogy szombattól újabb egy hétre meghosszabbítja a kijárási korlátozásokat, és a jövő szerdai kormányülésen majd ismét áttekinti a helyzetet. Jelentette be Gulyás Gergely csütörtöki online sajtótájékoztatóján. A kijárási korlátozás meghosszabbítása mellett a miniszter elnökséget vezető miniszter több adózási és a szépkártyát érintő könnyítésről is beszámolt. Továbbá közölte, csak írásbeli érettségi vizsgákat szerveznek május 4-től. A kormány az érettségi vizsgák időpontját a járványügyi szempontok alapján határozta meg, ezért döntött a mielőbbi május 4-i kezdés mellett, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Kizárólag írásbeli érettségi lesz az idei évben. Szóbeli érettségi csak annál a néhány tárgynál lehet, ahol egyébként írásbeli letételére eddig nem volt lehetőség. Gulyás Gergely online sajtótájékoztatóján kifejtette, kizárólag azoknak lesz lehetőségük érettségit tenni, akiknek a továbbtanulás miatt erre szükségük van. Ez mintegy 83 ezer diákot érint. A mostani vizsgaidőszakban előrehozott vizsgákra nem lesz mód. A vizsgákat várhatóan mintegy két hét alatt bonyolítják le. A vizsgák lebonyolítása során fokozott figyelmet fordít a kormány a biztonságra és az érintett vizsgázók, illetve pedagógusok egészségének védelmére. Az írásbeli vizsgák során egy teremben 10-nél több diák nem tartózkodhat majd, és a másfél méteres távolságot is be kell tartani, ismertette a miniszterelnökséget vezető miniszter. Hozzátette, szóbeli csak azon tárgyaknál lehet, ahol nincs lehetőség írásbelit tartani. Jelezte, senkinek sem kötelező érettségit tenni, ha valaki úgy dönt, most nem vizsgázik, erre ősszel lehetősége lesz. Ebben az esetben a jövő évi felvételi eljárásba tud bekapcsolódni, mondta. Sajnos városunkban is megjelentek az adott járványügyi veszélyhelyzetet kihasználó csalók. A Jászberényi Krízis-csoport két olyan jelenségre is felhívja a lakosok figyelmét, amivel megkárosíthatják őket. Többször előfordult, hogy bizonyos futárcégek csomagkiszállítással jelentkeznek, még akkor is, ha semmit sem rendelt az illető, illetve fertőtlenítés céljából csengetnek be. Mielőtt ajtót nyitnak, bizonyosodjanak meg róla, ki az. A Krízis-csoport önkéntes segítői igazolvánnyal rendelkeznek, így minden esetben kérjék ezek felmutatását. Amennyiben mégis felmerül a csalás gyanúja, hívják a képernyőn látható telefonszámok valamelyikét. Ma délelőtt tartós élelmiszerekből összeállított csomagokat oszthattak rászorulóknak Jászberényben. A város önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt együttműködése révén a Coopstar ZRT 1 millió forintos felajánlása segítségével összesen mintegy 400 rászoruló részére nyújtanak támogatást. Az adományozásról részletesen a Hír 18 hétfői adásában láthatnak beszámolót nézőink. A Jászsági Pálinka lovagrend tagjai szerveztek gyűjtést, hogy a Jászberényi Szent Erzsébet kórház dolgozóit, az intézmény munkáját segítsék. A jászok összefogására ez alkalommal is példát mutattak, hiszen csütörtökön délután 500 000 forintot adhattak át a Jászság egészségért alapítvány számára. Az adományozás részleteiről és annak felhasználásáról jövő héten láthatnak tudósítást nézőink.